Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Lóra Sándor jegyző urat, hivatal munkatársait, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy 10 képviselő van jelen, távolmaradását bejelentette Nagy János képviselőtársunk. Az ülés határon képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület indítványozó, hogy a testület kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy pótnapirendként kerüljön felvételre az alábbi napirend. Javaslat a 21/2015 MVM rendelet alapján benyújtott pályázathoz szükséges tanyagondnoki feladatellátás megerősítésére. Aki a pótnapirendi pont felvételével egyetért, kérem jelezze, igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Van-e valakinek egyéb napi rendi ponti javaslata? Ha nincs szavazása, teszem fel a teljes napi rendet, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, bizonyos határidők miatt kellett a soron kívüli testületi ülést összehívni, ezért van ez a három napi rendi pont, amit a mai napon meg kell tárgyalnunk. Mielőtt ezt megtennénk, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e valaki élni ezzel a jogával, a lehetőségével? Jelenkezést nem látok. Javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására. Az első napirendi pontunk. Javaslat a köznevelési intézmények működtetési kötelezettségének áttekintésére. Tisztelt képviselőtestület, a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően javaslom az elfogadását ennek a napirendi pontnak. Gyakorlatilag kinyilatkozzuk, hogy nem kívánjuk fenntartani, működtetni a KLIK által üzemeltetett oktatási intézményeket. Erre jogi lehetőségünk van. Vitára bocsájtom a napi rendet, van a kérdés, hozzászólás, vélemény. Meglátjuk aztán, hogy mi lesz a döntés. Aki tudja támogatni a határozati javaslatban leírtakat, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, javaslat a Karcagváros helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatás 2015 évi támogatására. Tisztelt jelenlévő képviselőtestület, lehetőség van pályázni egy bizonyos összegre, ezzel is csökkentve az autóbusz közlekedéssel kapcsolatos kiadásaink fedezetét. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Végül a pótnapi rendi pontunkat, a harmadik napi rendet javaslom megtárgyalásra, ami egy javaslat a 21/2015 MVM rendelet alapján benyújtott pályázathoz szükséges tanyagondnoki feladatellátás megerősítésére. Hiszen a képviselőtestület a tanyagondnoki szolgáltatás ellátása önkormányzati feladat, ellenben a szolgáltatást a kistérség végzi. Ennek megfelelően kell döntésünket meghozni. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2015. június 25-én csütörtökön 15 óraig kezdett el ülésedik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata arra az ülésre? Amennyiben nincs, köszönöm a megjelenést, további szép napot kívánva a testületi ülést bezárom.